Meg is érkeztem Győrbe az Elite BMX shopba, és egy új bicót fogunk összerakni. Igazából már lassan 3 éve nálam van ez a fehér bringa, és már illett nagyon egy új bicó. Honnan olyan ismerős ez a gyerek? Valahol láttalak, te nem a... Nem az X-faktor. Te az a vízi síjelő vagy. Szevasz, tesó. Vízi síj. Hey man, you remember Stephanie's little cousin? Yeah, a little feminine motherfucker. You should be scared of the football. Yeah, man. És kaptam egy komoly totálvázat. Tényleg? Oh. A legkomolyabb. Mekkora kires. Egyenest innen az Elite-ből kaptam. De várjál, én egy ugyanilyesmire várok. Ez milyen színű? Hát ez a Blackberry pont. Pont nekem... ilyen szeret. Ez pont. Volt utolsó. Tényleg? Jön legközelebb, szerintem a januárba. De várjál, tesó, de figyelj. Én azt mondom, hogy csináljunk egy olyat, hogy levlogoljuk, ahogy összerakjuk nekem a bringát. Ja, rakjuk össze neked, nézd csak, mi ez az autó itt? Mi van oda ráírva, ez a haverodé? Ja, is. Az mit jelent ez, hogy rich? Mondja el szerintem ő rich. Maga. Rich and less. Cső, Atesz, mi a helyzet? Ezer éve. Szevasz, faszos. Mi újság? Figyelj már, hallom, eladták a legutolsó totál vázat, ami olyan, mint az enyém. Mi lesz? Összeraknánk ezt a bicót nekem. Te vagytok. Na, ez komoly nap. Ez komoly lesz, te fogod összerakni, ezt megnézzük. Oké, okay, timelapse következik. Gratulálok, Oli. Köztesó. Hát egy hátraszaltó kellett hozzá. Az szép egyébként. Na, 2 nap alatt megvolt. Jól néz ki egyébként. Az én kezem, nekem még jobban áll amúgy. Neked se rossz, nézzük. Aha. Oh, ember! Tényleg jó. Amúgy kicsit elhittem már. Nagyon jó, könnyű. Jó, még a színe is. Tényleg. Nem is rossz. Vadállat amúgy, de tényleg. És a pöttyös sisak, az passzolni fog? Bent van, még fújják itt a fújóban, mert tényleg srácok, amúgy nagyon fontos. Ha wakeboard, ha BMX-ről beszélünk, hogy jó legyen a cuccom, úgyhogy jól nézzen ki, szóval... Ha wakeboardot akartok, a wakeshopba vegyétek, de ha BMX-et, akkor itt az Elite. A vázathoz ezek a kis csavarok külön vannak egy ilyen kis szüttyőkében. Szeretnéd te a helyére rakni, vagy hogy intézem én? Beleteszed nekem? Csak rak be! A csavart? Mhm. És az ülésed, milyen magasságban szeretnéd az ülésedet? 25 fok. Ez nem a teljes válasz, de mit szólsz hozzá? Milyen lett az új bicó? Tetszik, tetszető. A kelletős amúgy jó. Különben. Kezdj, elég csokolom. Jó. Csokolom. Állj ki nyugodtan ám az út közepére. Jó, figyelj, hiányom. Amúgy egy kerekezés megy, így feedbike-kal meg ilyenek. Figyelj, kipróbálom. Jó lett az új bicó. Nem adod nekem? Kösz. Kipróbálom. Hadd már ide apának! Figyeljetek! Aha! Összeöltöztél vele direkt? Nem rossz, nem is rossz! Az tesó! Na és milyen az előző bicóhoz képest? Ilyen, ugye elég? Kép a cipőben annyira fáj benne a lábunk, rást! Azt kemény amúgy! Hú, jó nézni amúgy, igen, adom! Tényleg jó az a bicó! Úgy vagány! Gratulálok hozzá! Köszönöm a segítséget! Nincs mit. Máskor is segítek összerakni. Elengedhetnéd a kezemet amúgy? Te is. Jön az autó, gyere le! Let's go! Hát ez itt vlog találkozó, bizony, éves vlog találkozó! Ezzel fogom nyomni. Mit? Hátraszaltó, flare, cash roll, ilyenek. Semmi extra. Húha! Azért ezeket úgy meg is nézném most. Oli, hogy állsz a pitbike-kal? Hogy megy az egykerekezés? Arra lennék kíváncsi. Én még nem próbáltam, de... Itt egyébként két komoly egykerekező mesterrel áll szemben. Az a helyzet, hogy lehet, hogy itt mi meg is tanulhatsz ma. Bele botlasz egy megtanulásba. Meglátjuk. Na figyelj, Oliver, mutatjuk a mai feladatodat. Figyeld, ez itt Oliver pitbike, Oliver. Figyelj, nekem 50-esre van jó. Mit szeret? Az nem baj, az nem. Ricsinek is van, nem? Nekem is 50-esre van, erre is van, csak telken belül. Magamnak adtam, a Ricsi autós iskolába jártam ki az órákat. Nem is rossz amúgy. Jó, figyelj, kíváncsi vagyok. Na, mutatja a feladatot először. Jaj, a feladatot. Persze, azt azért szemléltes, kérlek szépen. Hogy is van ez? Hátraás, a tető alatt nem szabad. Az nagy szabály, mert... Olyan magas a CO kibocsátás, tett alatt nem szabad. Hú, azért itt vannak komoly szabályok.
rajta először. Tesó! Ezt kellene, jó? Bravo, bravo. Azt a mindenit. Állom. Tudti, nem először megy amúgy vágon? Csak kamuzik fixen vágod? Egy kerekezni nem tud fixen. Be, az biztos, hogy jogjában nem. Mennyi idő volt neked megtanulni? Figyelj, tesó, nem egy fog kerekezni. Hazudni. Sok, amúgy. Esküszöm, szerintem ilyen... Hát így nem gyakoroltam folyton, de hogyha folyton, szerintem 2 hónap ilyen. De az, hogy az intenzív, 2 hónap intenzív gyakorlás. De amúgy kb. 1 év, hogy ilyen néha. Na? Megy, ne? Hát mozeg, 110-es. Ez tényleg, mert én azt hittem ilyen 50. De hülye vagy, és úgy átugrom vele, mint a szar. Hülye vagy. Tényleg megy. Ez erős. Mindenki lesz, azt hiszi, ilyen csicska, izé, aztán amúgy... Amúgy lehet vele veretni. Tényleg nagyon megy. Figyelj, tesó, amúgy nem tudom, hogy vágod-e, de van itt hátul most egy új pályám. Ha akarod... Meg is nézném amúgy. Akkor megmutatom. Kicsit melegítges, basz, körbeviszlek. Öcséd, jól nyomja, azért ő, neki van tehetség. Hát ez látszik, hogy neki van motorja. De amúgy ő az uzuám, rá van írva. Ne szopass, ne szopass. A kajak. Most látom. Na bassz meg. Jó, hogy szól az időbe. Gyere! Hú, amúgy. Azért igen. Ugrálgattam itt a motorral ilyen ugrókat, de ekkorát még nem. Ja, azok ott az ugrók? Ja, hát. Aha. Nem ja. Tudtad te mi? Nem tudtad, most pont benyúlok a szádba. Ja, ott az az ófej. Majdnem! Azért itt megcsillan a nap! Ez itt a fotószezon, öcsém! Itt a golden hour, itt van! Oliver, Orban and Rich Polsky! Let's go! És a 2, az is van rajta! Na, ez öcsön kemény lesz. Ez egy állat. Ahogy az jó volt, amúgy az egész jó volt. A gyerek, hallod, életében nem ült BMX-en, és húzott szaltót vele, szerinted? Jó volt, nem? Ez nagyon stabil volt. De most beugrom. De jónak is érezted? Én elég. Hát akkor, de jó is volt, amúgy mi? Szaltó. Mehet a szaltó. Azon kell nyomni. Egyben a trükközés, mi? Egyben a trükközés! Hülye vagy? Azért kemény ez az ülés. Jól vagy, tesó? Fú, de jön! Zoral. Azért, te se nyomtad rosszul itt. A no futott még annyira, nem számítottam rá, hogy egyből belepirított, de... Várjál, figyelj! Jó lehet. Figyelj. Itt azért végig megy a line-on, apja. Ne vedd el a gázt! Maradj már rajta! Pászra nem repültek korábban. Azt a kurva. Köszönöm. Vágod már a kamerát, nem? Ismerem, jam. Műség? Akkor vége a videónak? Hát, nem hiszem, még holnap, figyeljetek, Nagy Danival megbeszéltem, hogy holnap délelőtt lehet még összefutunk. Meglátjuk még, mi lesz ebből. Viszont a győri kanadunkat egy komoly kajánlásra zárjuk, és utána indulok vissza Budapestre. Számból vetted ki a szavakat. Igen, tőled tanultam, nem véletlen. Kösz. Ennyi mindenre megtanítottalak, aztán ezt most elcsentem tőled. Ez jó. Kezdj csokom. Ciao. Hát akkor, cső. Amint látjátok, állítólag a padelt sisakban kell tenni. Nagyon veszélyes sport, nagyon kell vigyázni, mert az azok kicsit kiszámíthatatlan aztán. Tényleg, ja. Igen, most egyszer voltunk itt játszani, és fejből vágtam izomba az azót, de most félek a revanstól. Hát most egy vény van, innentől most csak arcra játszunk. Igen, a komoly sportemberek bemelegítenek, és akkor vagyok én, aki csak felsétál. Na Dani, én még csak életemben másodjára vagyok itt. Mesélj nekem, hogy kell 1v1-be játszani. Én negyedjére vagyok és már edző vagyok. Amúgy igen, nem rossz. Engem meggyőzött. Jaj, csak ez egy kisebb pálya, kicsit többet kell futnunk. Kicsit mások a szögek.
De szerintem egy pörgősó játék lesz, úgyhogy megtanulod legalább a pontozást, meg látod saját bőrödön, hogy hol érdemes helyezkedni, meg hogy... Igen, és ez sokkal futósabb játék. Aki viszont nem tudja, hogy milyen a padel, az lényegében egy ilyen pingpong és teniszkeverék, fallabda inkább. És azért jó, mert a hülye gyerekek, mint én, tudják izomból ütni a falra, és még lehet, hogy azzal is pontot lehet szerezni, mert ugye az is ér, amikor a falról visszapattan a labda és átmegy az ellenfél térfelére. Szóval emiatt ez egy izgalmas kis játék lesz, 1v1, meglátjuk, mi lesz. Edzőbá ellen! Itt a jó idő, jönnek a programok, lehet sok mindent csinálni, mint például most ez a crosszozás, meg ez a pedelezés nagyon jó volt, és ez egy új sport nekem, és nagyon élvezem, és szeretnék egyre többet járni, és Dani nagyon jó, mert segít mindenben, és nagyon vágja dolgokat, nagyon profin csinálja, szóval tökül nagyon szeretek vele pedelezni. Végig tolom ezt a nyári szezont is a BMX versenyekkel külföldön, onnan is próbálok nektek videókat hozni. Insta Reels-eket, YouTube shortsokat, TikTokon is próbálok aktívkodni, viszont ez nekem annyira kiszámíthatatlan. Na mindegy, írjátok le kommentbe, hogyha van esetleg ötletetek, amit szeretnétek, és meg nagyon jó visszajelzéseket kapni tőletek. Szóval találkozunk a következő videóban. Császtok!